Sziasztok! Mostanában nem igen volt videó, költöztünk éppen Budapestre. Na, ez nem az én lakásom, ez az a hely, ahol mostanában dolgozok, a testvéremnek a lakása, szóval a mi lakásunkban nem igazán tudok egyelőre most videókat készíteni, mert tele van cuccal, nincs még kialakítva az irodám, úgyhogy egyelőre ide járok dolgozni, ez itt úgymond a kis nyugalom szigete, reggel összekészítem a bogit, meg mit tudom én, aztán eljövök ide, mint hogyha munkahelyre jönnék, és most szerencsére úgy néz ki, hogy van is munka. Szóval ezek a dolgok kicsit kaotikusak most jelen helyzetben, és ezért nem is igazán tudtam hol egyetem vlogolni. A Pest csodálatos, mármint hogy a maga mocskosságával és koszosságával együtt csodálatosan szép is tud lenni. Ugyanakkor nem is igazán tudok ezzel a kamerával kint vlogolni a városban, ugye a tömegben nem szívesen venném elő, túl sok felszerelés, túl nagy az állvány. Kézből ezt nem igazán lehet így fogni, nem az a sétálós, vlogolós kamera. Úgyhogy egyelőre most ezek így kicsit így úsznak. Még egyszer mondanám, hogy ha vannak ilyen rendszeres támogatók a csatornán, akkor ők ezt így mondják le addig, amíg nem rendeződik a kontent újra rendszeressé, mert nem szeretném semmiképpen sem, hogy azt érezzék, hogy nem tudom, hogy át vannak verve, vagy ilyesmi. Mondjátok le a támogatást. Amiről szeretnék most beszélni az az, hogy megkeresett egy cég, végre örülök, köszönöm. Tudom, nem tűnik olyan nagy dolognak, de nekem az, és nem is akármivel keresett meg, hanem egy olyan kis cuccal, amit tudok is használni. Egy Sutefoto LED light-tal, tök jó, belső akkumulátora van, tehát bárhova vihetem, pici, lapos, könnyen elfér egy táskába, még egy zsebbe is tulajdonképpen elfér, vannak rajta állványbementek, ez a szabvány 1.4-es, 1.8-as, 1.4-es, az a vékonyabb, vagy az 1.8-as, I don't know, a kisebb típusú állványbemenet van rajta, nem ez a batár standard kamera bemenet, hanem az az egyel kisebb, ami így nagyon gyakori, a legtöbb, tehát például a fényképezőgépek alján szokott olyan lenni. Olyan bemenet van rajta kettő, és van rajta a vakupapucs bemenet is, illetve adtak hozzá egy ilyen felszerelhető vakupapucsot is, amit mondjuk az állványba tudsz bele, az állványbemenetbe tudsz beletekerni, és akkor így mondjuk a kamerádnak a tetejére, hogyha fényképezőgéped van, akkor ezt bele tudod csúsztatni. Én ezt annyira nem fogom használni, nekem ez a sima szabvány bemenet, ez tök jó, meg szerintem én nem teszem kamerára rá, nem arra fogom használni, hogy a kamera tetején legyen, hiszen ha szemből érkezik egy fény, akkor az általában a lehető legunalmasabb, leglaposabb fény lesz, amit kaphatunk. Persze én parti videókban egyébként simán el tudom képzelni. Ami jó, hogy pici kompakt, elvileg 3 óráig megy, 100% teljesítményen. Szerintem valószínűleg függhet attól is, hogy milyen üzemmódban, mert nyilván mondjuk egy villogás valószínűleg több elektromos áramot fogyaszt, mint egy standard, folyamatos, egységes világítás. Tehát például ez, ami most a hátam mögött van, ez a lámpa, letettem csak ide a földre, és RGB üzemmódban van állítva, tud így pulzálni, vannak különböző beépített modok, mint például a rendőrsziréna, ami tök jó, mert megszívattam vele anyósomat, bekapcsoltam, és akkor kiabáltam neki, hogy úristen, valakit leszúrtak a ház előtt, és itt vannak a rendőrök, és így nem hiszitek el, de bevette, tehát hogy ugye ott volt, és csak a ablakból látta a fényeket hirtelen, és azzal a rájátszással, hogy ezt előadtam, hirtelen elhitte, és vicces volt. De nem ez ennek a célja. Van benne pár ilyen kreatív beépített dolog, mint a TV, képernyő imitáció. Expect delays, searches of personal property, and restricted access to public buildings. Gyertyafényimitáció, villámimitáció. Ezeket ilyen kreatív dolgokra lehet használni, kis filmekbe, klippekbe. Én például a villámot azt simán el tudnám képzelni egy horrorfilmben, mint egy ilyen lámpavillódzás, csak hangeffektet kell átenni, csak képzeljétek el. Illetve hát a villám is ugyanilyen hangeffektekkel tök jó tud lenni, és ki is próbáltam. Most, hogy már láttátok,
Ami nekem nagyon tetszik benne az az, hogy teljesen állítható a fényerősség, százalékosan. 1%-on elég gyenge, nem mondanám nagyon-nagyon gyengének, de elég gyenge. Fokozatosan lehet lépkedni 100%-ig a fényerővel, záridővel még egyelőre nem sikerült megvillantanom. Tudjátok, van ez a tipikus flickering, amikor mondjuk a záridő a fényképezőgépen nem megfelelő a fényhez képest, más hercen, más frekvencián mozog, és így, ahogy így interferál, ilyen csikozódás lesz a képen, ami egy eléggé amatőr hiba. Hogyha az ember mondjuk lassított felvételeket készít, ugye több képkocka, akkor még rövidebb a záridő, akárhogyan is nézzük, akkor ez hatványozottan elő szokott jönni. Ennél a lámpánál még nem találtam, mondjuk a 120 képkockával még nem teszteltem, de a normál 50 képkockás európai szabvány sima slow motion lassításnál még ez nem jött elő. Amire én szerintem fogom használni, ez főként a termékvideók, ilyen kis tárgyizék, pazar. Például képzeljétek el, hogy egy interjút készítetek valakivel, nincsenek nátok böhöm nagy lámpák, mert mondjuk csak éppen oda mentetek egy kis céghez, egynapos forgatás, egy-két órás forgatás, odaugortok, fölvesztek egy interjút, vágóképeket a cégről, valami koncepció alapján, egy egyszerűbb script alapján, és mondjuk akkora a büdzsé, hogy hát neked abban nincsen pénzed arra, hogy lámpákat bérelj, vagy mondjuk, hogy külön embert, aki világosít, ugye napidíjba, és akkor azt mondod, hogy hát itt van ez, van belőle 2, 3, van néhány pici állványom, vagy mondjuk fölteszem ide-oda-amoda, elhelyezgetem, és például egy interjúhoz szerintem simán jó lehet, hogyha szemből féloldalasan kap egy keylightot, egy kulcsfényt, hátulról adunk neki egy backlightot, akkor már is van sziluett, ki van emelve a háttérből, arca be van világítva. Megjött a testvérem. Ilyen helyzetekre tudom elképzelni, run and gun, ilyen sietős, szaladós, interjús beállított felvételekhez, amikor azért komplett lámpaszetre nincs lehetőség, méret miatt, pénz miatt, ember miatt, idő miatt, és mondjuk ezt gyorsan kikapod a zsebedből, és hopp, ott a fény, beállítod a színhőmérsékletet, pazarul lehet egészen hidegtől egészen melegig állítani, szóval a színét is beállíthatod, ugye teljesen RGB szabályozós, tehát a vörös, a kék és a zöld csatornát is teljesen személyre tudod szabni, úgyhogy tulajdonképpen bármilyen színt ki tudsz vele keverni, amit szeretnél. Úgyhogy azt mondom, ez egy nagyon praktikus eszköz, kifejezetten arra, hogy utazol, pici berakod a táskádba, hamar előveszed, sokáig bírja az akkumulátor, könnyen USB-C porttal lehet tölteni bármilyen szabványos töltővel. Én használtam éjjeli fénynek is, szóval igazából a felhasználások köre az egész széles, a profi felhasználástól szerintem ilyen hétköznapi dolgokra is, nyilván nem erre találták ki. Ami még nekem nagyon tetszik ebbe a lámpába, és ezt majdnem kifelejtettem, az, hogy külön lehet állítani bizonyos módon belül a szaturáltságot is, tehát a fényerőn, a színhőmérsékleten, vagyis hát a színen kívül be tud állítani azt is, hogy az adott szín mennyire legyen szaturált, mennyire legyen halovány, telített. Úgyhogy egyébként interjúkon kívül bármilyen rövidfilmes, kis indifilmes jelenethez el tudom képzelni, tényleg nem azt mondom, hogy egy nagy költségvetésű dologhoz, hiszen ott nyilván a professzionális, ez is tök jó fény, de a sokkal-sokkal intenzívebb, erősebb, állítható spotlightokat fogják használni. De szerintem ez egy pont olyan lámpa, amit az olyan emberek tudnak használni, mint én, vagy hogyha te is ilyen szabadúszó, filmes vagy, aki esküvőkre megy, vagy kis egyszerűbb imás filmeket készít, vagy csak a helyi hamburgerezőnek készíted el a klipjét mondjuk az új hamburgerükről, akkor szerintem ezek a lámpák, ebből egy-kettő, esetleg három tökéletes választás lehet. Úgyhogy nagyon örülök annak a mostani szponzorációnak, mert végre kaptam olyan cuccot, amit tényleg tudok használni. Tényleg. Jöttem egy másik cégre, hogy hello, láttam, milyen jó cuccotok van, ez még titok, hogy mi. Ha visszajönnek akkor, és küldenek, akkor annak örülök, ha nem, akkor meg így jártam. De ilyen cuccokat szeretnék kapni szponzorációba, amit aztán tényleg tudok használni, és tök jó érzés, hogy nem kellett most megvegyek valamit, hanem
Csak annyit kellett csinálnom, hogy elkészítem ezt a videót, ami persze egyébként időben több, mint magának a terméknek az ára, szóval ugyanennyi fizetett munkáért, mondjuk, ha egy kliens kér egy videót, sokkal többet elkérek, de legalább készíthetek YouTube videót, szóval, na, értitek, ez így most tök jó. Úgyhogy nagyon meg vagyok vele elégedve, anyaghasználatra egyébként, tehát meglepő, mert ez egy, hát nem Európában készült termék, és meglepő módon az anyag használata, nem tudtam eldönteni, hogy fém vagy nem fém, de ha nem fém, akkor valami hideg, nagyon kemény, tömör műanyag, nagyon stabil, stramnak tűnik. Hát egyébként már le is ejtettem, nem lett semmi baj, hál' az égnek. Úgyhogy, ja, jó pofa. Meg vagyok vele elégedve. Nem tudom, hogy mikor jönnek még ilyen videók vagy heti vlogok. Most egyre szanos szét vannak a dolgok, majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. Köszönöm, hogy velem tartottatok. What's up?